Pilóta jogosítvány nélkül is vezethető egyszemélyes repülőgépekkel lépne piacra már idén egy amerikai cég. A Hexa nevet viselő szokatlan külsejű gépeket elsősorban szórakozási és nem utazási célokra javasolják. Ennek megfelelően megvásárolni még nem, de szórakozási célból minden amerikai nagyváros mellett bérelni lehet majd az elektromos járművekből. Kevesebb mint 200 kilót nyom, 18 rotor emeli a magasba, és egy személy szállítására alkalmas. Ilyen repülőgépeket adna bérbe már az idén egy amerikai vállalkozás. A mi életidőnkben megérjük még, hogy mindenki ilyenekkel fog repülni. 10-20 év múlva kinézünk az ablakon, és azt fogjuk látni, hogy az emberek ezzel röpködnek, mondja a termék ügynöke. A rövidesen már kibérelhető modelleket nem utazási célra fejlesztették ki, de az alapítók szerint nagyszerű szórakozást jelent majd ezekkel röpködni. A szövetségi légügyi hatóság minősítési rendszerében elektromos repülőeszközök még nem szerepelnek. De sport és szórakozás céljára már elérhetőek, és ez kezdetnek megfelel. Az emberek repülni akarnak, és mi biztonságos, megbízható repülőket építünk, mondja a fejlesztő cég egyik alapítója. A cég úgy tervezi, hogy minden nagyobb város mellett lesz lehetőség a hexákat kipróbálni. A repülni vágyók első alkalommal 15 percet töltenek egy szimulátorban, ahol rövid idő alatt elsajátíthatják a gép irányításának technikáját. A repülő nagyjából 100 km/órás sebességgel képes haladni, a fedélzeti számítógép pedig megakadályozza azt, hogy tiltott zónákba repüljön. Ha baj történne, a földi személyzet távirányítással is képes vezérelni a gépeket.